A Metzner kastély szomszédságában álló épület átalakításával, felújításával lett még szervesebb része a hegyaljai turizmusnak Makkos-Hogyka községe. Az elmúlt év végén adták át ugyanis azt az ökoturisztikai központot, amelyet a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című a 27 világörökségi települést érintő programban alakítottak ki. A községet érinti a Kék Túra útvonal, ezért egy olyan többfunkciós épülettel szolgálják ki a turistákat, amellyel jelentősen növelik a látogatók komfortérzetét. Egyúttal a helyi különlegességeket is igyekeznek bemutatni. Néhai Nagy György díszpolgárunk adományozott a településünknek, illetve az egyházunknak egy trófea gyűjteményt. Ezt a trófea gyűjteményt kívánjuk kiállítani és bemutatni itt az ide látogatóknak, valamint egy olyan információs központot szeretnénk itt elhelyezni, ami abszolút kapcsolódik a térségbenhez. Itt látható lesznek a védett állatok, növényvilág, és ehhez kapcsolódóan hívjuk és várjuk bekapcsolódni az Aggteleki Nemzeti Parkot, az Északerdőt, illetve a vadásztársaságokat is, hogy népszerűsítsük és kellő információval lássuk el az ide látogató turistákat. A turisztikai komplexum átadásán mondta azt Hörcsik Rihárd, hogy Hegyalja újra megmutatta, egységes célokért közös fellépésre alkalmasak a települések. A mostani pályázatban minden fejlesztés egymásra épülve egészítette ki a másikat, ráadásul a határidőket is pontosan kellett tartani, hiszen a legkisebb hiba is veszélyeztette volna a 2,3 milliárdos programot. Az önkormányzatok azonban gondos gazdái voltak a programnak, így Makkos-Hogykán is nagy lépést tettek a turizmus minőségi fejlesztésére. Mind a 27 településen megvalósult ez a turisztikai beruházás, és mi azt várjuk, hogy minden településen emelkedjék a turistáknak a száma. Nem csak az autóval, hanem a bakkancsos turistáknak a száma. És ez azt jelenti, hogy Tokaj-hegy alján reméljük, hogy az élet egy kicsit megpezsdül, különösen nyáron, hiszen rendezvények, fesztiválok lesznek is. Lám, ez a megújított épület nem csak múzeumként vagy turisztikai központként, hanem rendezvényközpontként kiszolgálhat itt Makkos-Hogykán, tehát jól járt vele a település, és jól járt vele Tokaj hegyalja. Az épület mögötti területen falusi udvar található, ahol kemencét és egyéb a fáradt turisták étkezését, pihenését kiszolgáló létesítményeket alakítottak ki. A pályázat keretében Makkos-Hogykán mintegy 60 millió forintos fejlesztés valósulhatott meg.